egy visszatérő kérdés az, hogy honnan lehet tudni, hogy az úgynevezett Bibliát nem változtatták meg, illetve hogy a Biblia az igazság a sok ezer vallás közül. Arról, hogy megváltoztatták-e vagy sem, már több videót láthattatok a csatornán, úgyhogy ebben nem megyek bele. Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy az történik, amit a Teremtő akar, tetszik az embernek vagy sem, és tetszik az ellenségnek és az ő csapatának vagy sem. Mindenki a Teremtő tervét hajtja végre, így vagy úgy a gonosz, azon az úton, az igaz, ezen az úton. Az egész életnek az értelme az, hogy kiderüljön, hogy ki az, aki az igazságot valóban keresi, és mikor megtalálja, akkor hajlandó-e ragaszkodni hozzá foggal, körömmel és mindenen át. És amikor ez kiderül, és az ember rájön, hogy az igazság igenis az, hogy van egy teremtő, és jelentősége van annak, hogy ki mit tesz az életben, sőt, jelentősége van mindenkinek, akkor onnantól kezdve egy másik szintre lép az egész, amit az ember valóságnak hív. Mikor rájön erre, onnantól kezdve tudja, hogy van tétje annak, amit tesz, amit mond, vagy amit gondol, és igenis minden egyes mondata, vagy gondolata és cselekedete számít a végelszámolásnál. Teremtőt az érdekli, hogy ki az, aki, amikor eljut az igazsághoz, hajlandó megváltoztatni az életét, és alázattal és engedelmességgel követni az ő útját. És amikor megtalálta ezeket az embereket, akkor segíteni fogja őket. Aki hajlandó erre, az elkezd járni az úton, azonban a legtöbb ember nem hajlandó erre. Ha nem lenne semmilyen iránytű, mint amilyen az úgynevezett Biblia, ha nem lenne semmilyen iránytű, akkor nem lenne értelme az egésznek, hiszen a Teremtő nem tudná megítélni a világot. Nem szeretnék most belemenni az értelmezésébe, hiszen lehet, hogy vannak olyanok, akik egyáltalán soha nem olvasták, csak szeretném azt, hogyha mindenki megértené a logikát amögött, hogy miért is az írás az egyetlen igazság. Ha nem lenne semmiféle módja az embernek, hogy kitalálja, hogy mi az igazság és mik az elvárások, akkor nem lehetne a végén megítélni az emberiséget. Hiszen ez nem lenne igazságos valakit elítélni azért, amit nem, hogy nem tud, hanem nem is tudhatott, hiszen nem is volt meg a lehetősége rá, hogy kiderítse ezeket a dolgokat. Tehát kell, hogy legyen egy univerzális igazság, még akkor is, hogyha a legtöbben ezt nem hajlandók elfogadni. És ez az igazság nem más, mint amit idézőjelben Bibliának hívunk, ez a 66 kanonizált könyv, és egyéb írások is rendelkezésünkre állnak, azonban ennek elégnek kellene, hogy legyen a legtöbb ember számára. Probléma az, hogy mindaddig, amíg valaki ellentmondásokat akar keresni, mindaddig, amíg valaki bizonygatni szeretné, hogy ezt átírták, meghamisították, ez nem így van, ez nem úgy van, az nem amúgy van, addig meg is fogja találni ezt. Pontosan ez a lényege. Az, aki tiszta szívéből keresi az igazságot, az fog eljutni oda. Az, aki csak valamilyen újdonságot, vagy érdekességet keres, vagy valami különlegességet keres, az is meg fogja találni, csak az nem fog eljutni az igazsághoz. Még akkor is, ha azt hiszi, hogy jó úton jár. Egyrészt a Teremtő elmondta világosan, hogy mi az, amit akar, másrészt elrejtőzött mind az írások mögé, mind a valóság mögé, azért, hogy csak azt találja meg, aki valóban és tiszta szívéből akarja és keresi, és mikor megtalálta, hajlandó járni az úton. Nem elég beszélni, nem elég hinni, vagy mondogatni. Ehhez társulnak az embernek a cselekedetei. Az ember vagy a világ útján jár, vagy a Teremtő útján. Amennyiben ő nem hagyott volna semmiféle útmutatót számunkra, akkor mindenki csak kóvályogna úgy, mint az emberiség túlnyomó többsége, aki visszautasítja ezt az igazságot, annak ellenére, hogy a lehetősége meg lenne. Hogyha nincsen igazság, és nem tudjuk azt megtalálni, akkor a Teremtő számára nincs értelme ennek az egésznek. Hiszen úgy nem lenne élvezetes az, hogy azokat megtalálni, azokat az úgymond
gyöngyszemeket, akik hajlandók járni ezen az úton, és azokat végig segíteni, és végig tesztelni, és kideríteni, hogy ki az, aki még azok közül is hajlandó elmenni a legvégsőkig. És ez a hasonlat előttünk van mindenhol a világban. Amikor az ember megtalálja az igazságot, megérti az egészet, és mindenhol ezt látja, hiszen ez az, amit mindenhol elrejtett. Csak ehhez szükséges az, hogy az ember megtalálja, és megértse azt a megoldó kulcsot, amit ő elrejtett. És ez az írásban van benne. Természetesen megváltoztathatta az ellenség, mint ahogy meg is tette. Mint ahogy erről már volt szó. A nevek nincsenek benne, de számtalan más probléma is felmerül. Azonban teljesen mindegy. A lényeg az, hogy amennyiben az ember keresi, a teremtő el fogja vezetni őt az igazsághoz. Ehhez azonban hinnie kell, aki nem hisz, annak nincsen keresni valója ezen az úton. Aki a tudomány vagy valamiféle racionális gondolkodás szemszögéből próbálja ezt megközelíteni, aki bizonyítékokat keres, aki látni szeretne valamit, képleteket, az nem fogja soha megérteni. Ez nem így működik. Hit nélkül lehetetlen járni ezt az utat. És bármennyire is furcsán hangzik, az összes videó tükrében attól még az igazság ez marad. Nem tudta eltüntetni az ellenség, mivel ő is azt csinálja, amit a teremtő akar, és amit ő engedélyez számára, mint ahogy mindenki más számára. Az írásnak itt kell, hogy legyen, hiszen kell, hogy legyen egy iránytű, egy barométer, valamilyen szint, egy mértékegység, amihez az embereket igazítani lehet, amihez az ember tud igazodni annak érdekében, hogy eljusson oda, amiről szól az egész élet. Probléma az, hogy mára meggyőzte az ellenség a világot, még így is arról, hogy az élet annyi, amennyi itt van. És teljesen mindegy, nincsenek következmények, hiszen az a teremtő, akit ő hirdet, az elfogad mindenkit, és szeret mindenkit, és majd egyé válunk mindannyian. Ez azonban nem fog bekövetkezni soha. Azért nem, mert le van írva, hogy hogyan működik a rendszer. Az írás, a Biblia igaz, mivel lehet látni azokat a dolgokat a saját szemünkkel ma megtörténni, amik abban le vannak írva. Arról nem beszélve, hogy történelmileg is hiteles. Látjuk azokat a dolgokat, amik évezredekkel ezelőtt meg voltak írva megtörténni a saját szemünk előtt. Látjuk, hogy az egész világ ennek az ellenére dolgozik és épül fel. Egyetlen más könyv nincsen, amelyikről ezt el lehet mondani. Arról nem beszélve, hogy minden más könyvről tudjuk, hogy emberek írták a saját gondolataik alapján. Itt kell, hogy legyen az írás. És ezzel szeretném befejezni, annak érdekében, hogy a végén mindenkit igazságosan meg lehessen ítélni. Ez lesz az, ami alapján mindenkit megítél a Teremtő. És azt fogja mondani, hogy ott volt minden iskolában, minden könyvtárban, minden hotelszobában, minden otthonban, minden lakásban és házban. Úgyhogy igazán nem lehet azt mondani, hogy el volt rejtve, hogy meg kellett volna mozgatni az egész tőret azért, hogy hozzá lehessen jutni. Gyakorlatilag ingyen van, hiszen online hozzá lehet férni. Úgyhogy senkinek, legalábbis a legtöbb embernek nem lesz kifogása a végén. Ezért van itt. Pontosan ezért hagyta meg, hogy itt legyen. Azért, hogy a végén mindenkit igazságosan meg lehessen ítélni. Hagyta, hogy megváltoztassák, mivel ahogyan a bűn és a gonoszság elszaporodott a Földön, egyre távolabb került tőlünk. Ezért egyre nehezebb megtalálni, hiszen a döntéseinknek, a kollektív döntéseinknek következményei vannak. Ahogyan egyre távolodunk el tőle, egyre nehezebb hozzá visszatérni, és ezek a generációk, akik ma itt élnek, az utolsó generációk, ezek távolodtak el leginkább tőle. Ezért ilyen nehéz visszatalálni. A bűnnek megvan a következmény. Remélem érthető volt, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!